Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Liszkai Lórán vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Rendezvénysorozat. 40 éves Tamási. Terelő vadászat Szekszárdon. Cél a vadkárok csökkentése. Civil szervezetek Dombóváron. Gálaműsorral készültek. Tekbal verseny. 16 amatőr és 4 világbajnok mérkőzött meg egymással Bonyhádon. 40 éves lett Tamási. 1984. január 11-én adták át a városalapító okiratot a Művelődési Ház színháztermében. Ebből az alkalomból indult el egy rendezvénysorozat, amelynek első részét a Könnyű László könyvtárban tartották. A város képeiről vetítéssel idézték fel a múltat, megnézhették a régi épületeket, amik még állnak, és amik már eltűntek a városképből. A képeket Szegedi Miklós készítette, és Daróczi Jánosnak köszönhető, hogy megőrizte, mondta Cink Judit. A Könnyű László könyvtárban indul meg ez a programsorozat, amikor is az Emlékszilánkok képekben című előadásra kerül sor. Az előadást a Tamási Helytörténeti Alapítvány elnöke és egyik oszlopos tagja, Kurdi Tibor és Örményi János készítette el, és az ő interpretálásukban is hallhatja a közönség. Ők azokat a képeket válogatták össze a Helytörténeti Alapítvány anyagából, illetve ránk maradt dokumentumokból, ami ezt az időszakot idézi meg, tehát Tamási milyen volt 1984-ben? Pályázatot hirdettek meg képzőművészeti és rövid próza kategóriában, aminek eredményhirdetésére a Művelődési Házban megrendezett kiállítás megnyitóján került sor, majd este pedig gálaműsorral folytatódott a program. A rendezvény képviseletében Porga Ferenc polgármester úr beszélt. 40 éves város Tamási, ezt ünnepeltük ma, és ezt fogjuk még jó néhány rendezvényen keresztül, erre fogunk emlékezni a következő néhány hónapban. Tehát egy rendezvény sorozata előtt állunk, aminek első eseménye ez a gálaműsor volt. Azért pont itt január elején, mert hivatalosan jogilag 1984. január 1-e lett város Tamásiba, de január 11-én volt a hivatalos átadó ceremónia itt a Művelődési Házban, és most is ebben az épületben ünnepeltünk. A rendezők színes és színvonalas előadással készültek. Terelő vadászatot tartott az Aranyfürt Vadásztársaság Szekszárdon. Az esemény célja a város környékén megbúvó vadak ritkítása, ezáltal a vadkár csökkentése volt. Az Aranyfürt Vadásztársaság 53 taggal rendelkezik és 40 éve működik. Csabai János elmondta, a vadászat során figyelembe kellett venniük a lakott tanyákat, az utakat, és természetesen a város felőli lövési lehetőségeket is ki kellett zárniuk. Arra törekedtek, hogy balesetmentesen tudják zárni a napot. A napvégi terítéken vaddisznó, róka és őz volt megtalálható. Ezek a vadak a városban számos kárt tudnak okozni. Turkálás a tavasszal a zöldborsót, epret, és akkor ezeket nagyon szeretik. Tehát ezt, ahol felfedik, azt ki is tudják, akármilyen kerítés van, nagyon nehéz megvédeni. Sajnos volt is erre gondunk ezekből. Akkor virághagymákat ki tudják a tanyáknál, tehát a hagymásokat. És mikor érik a szőlő, akkor már szőlőt is eszi a vaddisznó. Az őz a folyamatosan rágja ugye, a szőlőnek a hajtásait is. A fáklyagyújtás célja, hogy végtiszteletet adjanak a vadak számára. Ördög Zoltán már több, mint 30 éve vadászik, számára ez a tevékenység jelenti a kikapcsolódást. Én személy szerint két vadat lőttem, két disznót, nagyon élvezetes volt a vadászat, két konda jött felénk, sikerült mindegyikből egy-egyet kiemelni, egy róka is, sajnos azt nem sikerült meglőnöm, de nagyon szép időnk volt és jó vadászat volt. A társaság célja a jövőben is a vadállomány csökkentése lesz, ezért a jövő héten is vadászatot szerveznek. Most rövid híreink következnek. Bejelzett egy szénmonoxid érzékelő péntek este Dombóváron. A nem megfelelő húzat következtében a szilárd tüzelési gazán távozó égés terméke a kéményből szivárgott vissza a lakótérbe. A műszaki mentés helyszínére a dombóvári hivatásos tűzoltók vonultak, akik megtiltották a fűtőberendezés használatát a kéményseprők műszaki vizsgálatának időpontjáig. Tájékoztatott a Tolna vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság.
Bejelentést tett a segélyhívón egy áruház biztonsági őre Szekszárdon, mert egy gyanúsan viselkedő férfi a megvásárolt termékek mellett a kabátja belsejébe rejtett, lopott itallal próbálta elhagyni a boltot. Tájékoztatott a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. A 21 éves helyi férfi önként előadta a közel 5000 forint értékű párlatot. Később újabb bejelentést tett az őr, mert a biztonsági helységből eltűnt a hátizsákja az irataival, bankkártyájával együtt. A járőrök rövid időn belül megtalálták a korábban ott járt férfit, előkerült az ellopott hátizsák is, benne hiánytalanul minden irattal és értékkel. A tolvajt előállították és gyanúsítottként hallgatták ki lopás vétsége miatt. Megszületett az első idei paksi kisbaba január 10-én a Tolna vármegyei Balassa János kórházban. Fejl Zoé 3140 grammal és 54 cm-rel látta meg a napvilágot. Édesanyja Szabados Anetta, édesapja Fejl Norbert, Zoét 2,5 éves bátyja Dominik várta haza. Új évi gálaműsort tartottak a civil szervezetek Dombóváron. Az eseményen köszöntőt mondott Hosszú Gergely Sándor, a Civil Egyesület elnöke, és Pódogné Petthes Janka, az Ózonasztma Egyesület elnöke. Értékelték a közösen eltöltött 2023 év eseményeit, és nagy tervekkel állnak a 2024-es év elé. Dombóváron nagyon sok civil szervezet működik, és nagy az összefogás. Ezek az ünnepek már hagyománnyá váltak, erről beszélt Hosszú Sándor Gergely. 2024-es esztendőben harmadik éve szervezi meg az Ózonasztma civil szervezet Dombóváron az új év köszöntő rendezvényét. Kvázi ezzel nyitja meg a dombovári civil társadalom minden évben az új évet, és próbálja ösztönözni, hogy a többi civil szervezetet kezdeményezésekre, valamint minél szélesebb programok lebonyolítására. Ez ismételten egy nagyon jó alkalom városunkban, hogy a civil szervezetek vezetői, egyesületi tagjai találkozzanak. Az idei gálát az Ózonasztma Egyesület szervezte meg, és vendégül látták a többi szervezet tagjait. Az előkészületekről nyilatkozott Bodogné Petes Janka. Ez a harmadik év, hogy az egyesületünk ezt a programot meghirdette. Elég nagy létszámmal szeretnénk, hogyha részt vennének ezen a programon. Mi nagyon-nagyon lelkesen készültünk, és állítottuk össze ezt a közel egy órás műsort. Műsorral is várták a vendégeket, ahol fellépett Farkas Béla tárogatón, a himnuszt adta elő, Balaskó János részfúvós hangszere játszott, majd a Tolna vármegyei SC Apácai Csere János Technikum és Kollégium diákjai adtak elő egy könnyed, szórakoztató előadást, az esemény pezsgős kocintással zárult. Rövid híreinkkel folytatjuk a híradót. A nyomtatott lapok jelentősége a tájékozódás piacán évről évre csökken, derült ki a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság kutatásából. A jelentés szerint a print heti lapok vesztették el legnagyobb mértékben az olvasóikat. Ezen a területen a fogyasztás 25,2%-os visszaesését regisztrálták. A havonta vagy időszakosan megjelenő periódikák keretettségében 23,5%-os, míg a napi lapoknál 5,7%-os visszaesés volt tapasztalható. Településfásítási program negyedik ütemében újabb 10 000 sorfát igényelhetnek a 10 000 fő alatti települések zöldítéséhez az önkormányzatok. Nagy István agrárminiszter bejelentette, tavasszal 4 000 darab, az őszi ültetési időszakban 6 000 darab fa áll az igénylők rendelkezésére. A településfásítási program eddigi 3 ütemében összesen 46 000 sorfát ültettek el, csaknem 1500 településen, amelyhez a vidékfejlesztési program irányító hatósága 2 milliárd forint támogatást biztosított. A Tolna vármegyei egyenruhások folyamatosan toborozzák a határvadászokat. Az elmúlt napokban Bonyhádon és Pakson jártak, az érdeklődők részére szórólapokat osztottak és bűnmegelőzési tanácsokat adtak. Ezen a héten Bonyhádon, Dombováron, Dunaszentgyörgyön, Gerjenben, Tamásiban és Szekszáron folytatódik a toborzás. 16 csapattal rendeztek amatőr tagball versenyt Bonyhádon. Az esemény fő attrakciója a gálamérkőzés volt, melyre 4 kiváló játékos 10 világbajnoki címmel állt asztalhoz. A háromszoros bajnok Bányi Csaba 9 éve játszik, az egyetemi tanulmányai során ismerkedett meg a sportággal.
Az első Európán kívüli versenye egy hónapja volt, amit Tájföldön rendeztek meg. Elmondta, a Techball egy magyar fejlesztés, valamint a Nemzetközi Techball Szövetség székhelye Budapesten található. A szabályok között nagyon fontos, hogy két nyert 12 pontos szettig tart egy mérkőzés. Egy szettet egy ponttal is elég megnyerni, kivéve a döntő szettet, amit kettővel kell. A szerválásra két méteres vonal mögül két lehetőség van. Talán ezek a legfontosabb szabályok, valamint egymás után kétszer ugyanazzal a testrésszel nem szabad beleérni, ami a technikásságot fejleszti nagyban, úgyhogy a labdarúgók is előszeretettel alkalmazzák ezt. A Bonyhádi Sportcentrum vezetője, Köllő Roland elmondta, hagyományt szeretnének teremteni az eseménnyel. Barátokkal szoktunk játszani lábteniszt, illetve tengót, és szövetségi kapitánnyal Paksról mindig át szokott jönni, és ő a Techballnak a szövetségi kapitánya, és mondta, hogy csináljunk már valamit. És ugye a Bonyhádi Sportcentrum mindig vevő valami újdonságra, és Robi ezt megszervezte. Ugye ilyet még nem látott a nagy érdemű itt Bonyhádon, meg gyakorlatilag mi sem, hiszen eddig csak tévén láttuk ezeket a nagyszerű játékosokat, és most elkezdtük mi is, ugye egy amatőr tornát szerveztünk. Az esemény célja a sport bemutatása, megszeretetése az emberekkel. A fő attrakció a gála meccs volt, melyet bemutatták, van létjogosultsága ennek a mozgásformának. Regionális híreink következnek. Vegyszerrel akart elpusztítani egy termetes hársfát valaki Pécsen. Feljelentést tett a városüzemeltetési cég az ügyben. Látásszűrés. Ingyenes vizsgálatot tartottak az itt a speciális gyermekotthonban. Sérült embereknek biztosítanak önálló lakhatást. Elkészült a pécsi lakóotthon. Feljelentést tett a pécsi városüzemeltetési cég, mert egy ismeretlen vegyszerrel akart elpusztítani egy fát. A termetes és jól fejlett hárs az Oránvárosi részen található. Értéke több, mint 4 millió forint. A szakemberek ezen a héten vették észre, hogy az elkövető lyukakat fúrt a törzsbe, amikbe vegyszert juttatott. Ez az a fa a pécsi Uránvárosban, amit valaki vegyszerrel akart elpusztítani. A vandál tetről a városüzemeltetési cég számolt be. Sajnálom a fát, mert én rengeteget járok az erdőbe, és kiktúráztam is, és azt gondolom a városban még fontosabb, hogy minél több zöld legyen, és ez a fa is egy csomó oxigént gyárt nekünk embereknek. Ugye itt a forgalmas út, és sokkal jobb lenne, ha még több fa lenne Uránvárosban. A faállomány rendszeres ellenőrzése feladata a városüzemeltetési cégnek. Ennek során vették észre ezeket a furatokat a fatörzsén, és látták azt is a szakemberek, hogy méreganyagot juttattak a fába. Megnézik a furatokat, akkor nyilván az ott levő nyomok arra utalnak, hogy valamilyen vegyszerrel kezelték ezt a fát. Nekünk elképzeléseink vannak, én nem mondanék most vegyszerneveket, mert nem szeretnék további ötletet adni hasonlóan gondolkozó embertársainknak, és sajnos a védekezésünket is ez nagyon-nagyon megnehezíti, vagy nagyon nehezen tudjuk segíteni a fát e tekintetben, tehát hogyha meg kell nézni, hogy milyen mélyre került ez a furat, nem tudjuk ugye, hogy mikor történt, esetleg visszatérően hányszor töltötte föl, úgymond ezeket a furatokat valamilyen mérgező anyaggal az elkövető, mi annyit tudunk tenni, hogy segítjük a fának a védekezését. Átmossák a furatokat, hogy kikerüljön a vegyszer, ha van még a törzsben, illetve sebkezelő anyaggal zárják le a sérült részeket. Nem tudják a szakemberek, hogy mekkora károkat okozott a méreg a növény szöveteiben. Tavasszal derülhet ki, hogy túléli-e a támadást a hársfa. A cég a rendőrséghez fordult az ügyben. Társaságunk döbbenten áll a történtek előtt. Érthetetlen és nagyon szomorú, hogy mi késztethetett valakit ilyen cselekedet elvégzésére. A munkatársaim szerdán délután fedezték fel a rombolás nyomait. Valaki ezen az egészséges és termetes fán a kérgét és a háncs részét sértették meg, majd ezt követően vegyszerre próbálták meg elpusztítani. Nem tudjuk, hogy ki és miért tehette ezt. Társaságunk feljelentést tett ismeretlen tettes ellen a pécsi rendőrkapitányságon.
A fa pénzben kifejezett vagyoni értéke 4.218.750 forint. Ekkora vagyoni kár éri a tulajdonos önkormányzatot, ha a fa elpusztul. Egyébként csak ez az egy fa itt a Veres Endre úton tavasztól őszig 546 kg széndioxidot köt meg, 601 kg oxigént termel, mintegy 4163 kg port köt meg, és közel 43.500 liter víz párologtatásával kondicionálja a környezetét, tudtuk meg a szakembertől. Ha a hárs elpusztul, akkor ezen a helyen nem tudják pótolni, mert a földben vezetékek futnak, és a védőtávolság miatt nem ültethető már új hársfa erre a helyre. 50 gyerek látásszűrésében segített a Fontos a Látás Alapítvány. A LÁS, hogy ők is láthassanak program keretében, ezúttal az ITA Speciális Gyermekotthon fiataljainak segítettek az ingyenes szűréssel. Jó, így akkor próbáljuk csak meg megint az alsó sort, mert abban volt egy pár tévesztés. Látásszűrésen vesznek részt az ITA Speciális Gyermekotthon lakói Kaposváron. Az ingyenes vizsgálat után szemüvegkeretet is választhattak a fiatalok. A jó egészség és az odafigyelés szebb jövőt biztosít a gyerekek számára. Erről is beszélt Cséplőné Gönci Veronika, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság főigazgatója az eseményen. Hogy évek óta figyelemmel kísérik a gyermekeinknek az egészségét, a látását, hisz mint az, amit megtesznek értük, valóban egy szebb jövőt tesz nekik lehetővé, és nem csak azért, mert a kollégák mindent megtesznek, hanem egy olyan érzékenyítés és egy olyan felhívást mutatnak a társadalom felé, amire azt gondolom, hogy mindenkinek nagy szüksége van. Somogy vármegyében az SZGF jelenleg 14 településen, 25 telephellyel rendelkezik, ezekből 8 gyermekotthon és 17 lakásotthon, közel 400 gyerekről gondoskodnak. Az aggódás, a jövőkép kialakítása és a támogatás. Nagyon odafigyelünk gyermekeink egészségére, a szűrésekre, a fogak állapotára, érzékszerveik fogyatékosságára. Ezért nem is tudom, hogy minek örülnék jobban, ha több vagy kevesebb szemüveget sikerülne kedves jótevőinknek átadni. A LÁS, hogy ők is láthassanak program keretében, ezúttal az ITA Speciális Gyermekotthon fiataljainak segítettek az ingyenes szűréssel. Nagy örömünkre szolgál, hogy ismét eljutottunk egy gyermekotthonba. Gyakorlatilag ez a programévünk harmadik eseménye. A Kaposvári Zita gyermekotthonban a gyermekek szemvizsgálata, szűrése és arra rászorulóknak a szemüvegek elkészítése. Az egész program, mint a LÁS, hogy ők is láthassanak program, keretén belül zajlik, ahol gyakorlatilag a célunk és a igyekezetünk arra vonatkozik, arra koncentrálódik, hogy hát a sok esetben hátrányos helyzetű gyermekek számára is biztosítsuk az éles látást. A kormány mindig is támogatta és segítette a rászorulókat, ezt már Szalai Bobrovnicki Vince helyettes államtitkár mondta. Nálunk van Magyarország egyetlen klasszikusan civil alapja, amelyből egyesületeket és alapítványokat lehet támogatni. Mi kezdettől fogva a Gulyás miniszter úrral 2018 óta, amikor elkezdtük ezt a munkát, annak szenteltük ezt a munkát, hogy olyan szervezeteket támogassunk, amelyek először is ugye nyilvánvalóan közösségeket hoznak létre, közösségeket teremtenek, értékeket teremtenek, valós társadalmi igény megfogalmazását közvetítik ki és valósítják meg. És ami a másik lába, ha szabad így mondani a mi elvi gondolkodásunknak, az az, hogy segítsünk a rászorulókon. A Fontos a Látásom Alapítvány segítségével ezúttal 50 gyerek látását vizsgálták meg Kaposváron. Elkészült a fogyatékkal élő, de önálló életvitelre képes embereknek szánt lakóotthon a Pécsi Berek utcában. A Kerekvilág Alapítvány pályázati forrásból alakította ki a támogatott lakhatást biztosító épületet. A házban 12 lakónak jut önálló ingatlanrész. Ez egy egyszemélyes lakószoba, amely várja bérlőjét a Pécsi Berek utcában. Itt alakította ki olyan lakásokat, ahol sérült, de önmagukat ellátni képes, és dolgozó emberek kezdhetnek önálló életet. Az Ember Erőforrás Operatív Programnak az utolsó
fejezetéből sikerült egy pályázatot elnyerni még az év elején a Kerekvilág Alapítványnak. Ez egy 360 milliós pályázati támogatás, amiből építettük ezt a támadott lakhatás projekt néven futó lakáskomplexumot. 12 fogyatékkal élő embernek építettük olyan lakást, ahol a lehető legjobban fognak tudni élni. Ez látszik az épület kialakításán is, és szerencsére olyan helyen tudtunk építeni, ahol akadálymentes a környezet is, tehát mindenféle szolgáltatást itt igénybe fognak tudni venni. A beruházás keretében nem csak az épületet újították meg, a pályázati forrásból más fejlesztés is kapcsolódik a projekthez. Még egy elektromos buszt is sikerült beszerezni az ő szállításukhoz, így aztán bárhová tudnak megjutni, és korszerűsítettük a nappali intézményt is, ahol a nap folyamán tudnak dolgozni, vagy éppen közösségi programokon részt venni. Ott pedig még egy napelemes beruházással is az energetikai korszerűsítést is végrehajtottuk. Ez így összesen közel 400 millió forint értékű támogatásból valósult meg, amit kiegészítettük a magunk forrásaiból. A beköltözők fizetnek a lakhatásért valamennyit. Itt csak a lakásnak a bérletét, a balics bérleti díja, nem csak tulajdonképpen rezsiköltséget kell finanszírozni, illetve ha valaki segítséget kér, tehát mondjuk személyi segítőt például, vagy közlekedni, nyilván a mikrobusszal, akkor annak van egy térítési díja. A ház a Kerekvilág Alapítvány tulajdonában van. Ők a pályázatnak köszönhetően egy 20 éve üresen álló épületből alakították ki a lakóingatlant. Olyan pécsiek jelentkezhetnek ide, akik igazoltan mozgás vagy értelmi fogyatékosok, azonban alkalmasak az önálló életvitelre, hiszen nincs gondozási szolgáltatás a házban. Jelenleg még két hely kiadó a Berek utcai lakóotthonban. Végül mutatjuk Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden. Rendezvénysorozat. 40 éves Tamási. Terelő vadászat Szekszárdon. Cél a vadkárok csökkentése. Civil szervezetek Dombóváron. Gála műsorral készültek. Techball verseny. 16 amatőr és 4 világbajnok mérkőzött meg egymással Bonyhádon. Kedden hidegfront mögötti szeles, de nagyrészt napos idő következik időszakos, mérsékelt felhősödésekkel. A szakadozott, változó felhőzetből általában nem hullik csapadék. Kevéssel fagypont fölött alakul a hőmérséklet. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!